Testvére és édesapja kísérte be Lakatos Gabriellát az ügy sértettjét a nyíregyházi törvényszék tárgyaló termébe kedreggel. Előkészítő ülést tartottak G. Attila ügyében, aki a vádirat szerint tavaly február 5-én összeveszett a sértettel Kemecsén, egy üres telekre vonszolta, földre vetette és folytogatni kezdte. Megragadta a sértett nyakát, a földre vitte, ahol szemből mindkét kézzel, közepes erővel folytogatta azért, hogy a sértettet megölje. A sértett védekezett, többször megharapta a vádlott ujjait, és segítségért is kiabált. A vádlott rendkívül nagy erővel, puszta kézzel, az ujjaival kinyomta a sértett mindkét szemgolyóját a szemgödörből, a jobb oldali szemet a látóideggel együtt szakította ki, amely olyan nagyfokú fájdalommal járt, hogy a sértett elveszítette az eszméletét. A vádlott abban a hiszemben, hogy életét kioltotta, illetve mert időközben a szomszédok megjelentek a helyszínen, elmenekült, folytatta az ügyész. A sértettet azonnal kórházba szállították, de látását elvesztette, így maradandó fogyatékossággal gyógyult. A halálos eredmény elmaradása a véletlenen és a tanúk megjelenésén múlott, tette hozzá dr. Halász Ágnes. Etényállás alapján vádlottat, mint erőszakos többszörös visszaesőt, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérletével vádolom. Tekintettel a bűncselekmény kiemelkedő tárgy és súlyára, és a vádlott személyében rejlő társadalomra veszélyességre, az ügyészség mértékes indítványt az ügyben nem tett. A vádlott G. Attila az előkészítő ülésen távmeghallgatással vett részt, vallomást nem tett, de úgy nyilatkozott. Részben bűnösnek érzi magát, de nem fogadja el az ügyészi indítványt. A testi sértés vágyát elismeri, de mint fogalmazott, nem állt szándékában megölni a sértettet. A vádlott nem mondott le tárgyaláshoz való jogáról, így áprilisban folytatódik az ügy a nyíregyházi törvényszéken. Április 25-én, 26-án és 27-én lesznek a tárgyalások. A bíróság tervei szerint ezen a három tárgyalási napon az alábbi eljárási cselekmények fognak megtörténni. 25-én, április 25-én kedden kerül sor a vádlott részletes kihallgatására, illetve Lakatos Gabriella sértett kihallgatására, tanúkénti kihallgatására. 26-án, 27-én 10 tanú kihallgatására kerül sor. Az ülés után a sértett nem akart nyilatkozni. Lakatos Gabriella testvére mondott néhány mondatot a sajtónak, hogy milyen megpróbáltatásokat él minden nap át annak ellenére, hogy tavaly műszemet kapott. Évente cserélni kell ezt a műszemet, sajnos májusig ki kellett volna bírni, a sérülés annyira súlyos, hogy a reggeli kávézás közben többször már kiesett a műszeme, az egyik egyszer a kávéjába, aztán a kislány előtt folyamatosan elforog, és inkább úgy döntöttük, hogy nem fogja használni a műszemet, hogy a kislány ne ijedje meg a szemetet. A sértett testvére és ügyvédje segítségével tudta elhagyni a bíróság épületét. A vádlott személyi körülményeiről kiderült közben az is, hogy élettársi kapcsolatban él, és mielőtt letartóztatták, két kiskorú gyermeket nevelt. G. Attilát különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntet kísérletével vádolja, és életfogytiglani fegyházbüntetést kér vele szemben az ügyészség. A nyíregyházi törvényszék közleményében úgy fogalmaz, a vádirat szerinti bűncselekmény 10-től 20 évig, vagy életfogytig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.